minden kedves jelenlévőt. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan elfogadták a kívásunkat a mai kiállítást megnyitóra. Külön köszöntöm kiállítóinkat, Julian Lemániát, Marcit, és nagyon köszönjük, hogy ránk viszed a képeidet, Marcit, és ekközt a rengeteg kérdő alkotás között lehetünk itt a bibliotekában. Különös ez a mai kiállítás, több szempontból is. Egyrészt már úgy terveztük először, vagy előzetesen, hogy októberben fogjuk megnyitni, de hát közben jött a takarékos tudási intézkedés, és így tolnunk el rajta egy kicsit, annál nagyobb öröm, hogy ez ma megvalósulhatott ez a kiállítás. És abból a szempontból is különleges, hogy nem jellemző, hogy itt a Galéria könyvtárban egy családból többen is kiállítanak. De ez a család, ez olyan nagyszerű, hogy én már a második tag, aki kiállít nálunk, hisz nem túl régen Gábornak is volt egy igazán nagy sikerű kiállítása itt mi nálunk. Sőt, hát ismerve Levi sokszínűségét, én azt gondolom, hogy ha, és ha tetszenének látni a fiatalember hátulál, és így a szíves így. Szóval, hogy Levi sokszínűségét ismerve el tudom képzelni, hogy ő lesz a család harmadik kiállítója, úgyhogy hajrá Levi, egy pár év múlva reméljük, hogy a te kollekciódat is állíthatjuk majd ki. Nagyon köszönjük tehát Marcsit, hogy Marcsi szeretnék bennünket ezzel a kiállítással. És Marcsi kedves kolléganőjét, Szidei Szilvét kértem arra, hogy megnyisse a kiállítást. Előtte azonban van egy kis meglepetésünk elsősorban Marcsi részére, másrészt pedig természetesen a közönségi részére. Egy szintén kedves kolléganője, Ali Katalin, szeretnék megnyisni egy kis előadásra. Ezt látjuk az orfolyam, megint tudom. Mindegy, mit társadalom választasz, tollat, lencsét vagy ecsetet. Legyen bármi az eszközöd, művedben magad mutatod meg. Alkotásod te leszel, lelked benne átlényegű, és mint ajándékot, művedben átadod magad is lelkedül. A tollat, tintát, papírtravat, előtűnnel tudó sorok, beszélő szavaiddal képzeletben messze jutok. A segítőd lencse, eset, megmutatva, amit te látsz, a papíron, az üzenetben mindig önmagadra találsz. Alkos hát, s mondom, bátran add bele önmagad. Pilláid mögött vágyadat, kérve tárd ki mi hamarabb. Köszöntöm a kedves megjelenteket, Gúri Alda Mária Tűz a Vecvűvész kiállítását. Megtiszteltetés számomra, hogy én nyithatom meg ezt a csodálatos kiállítást. Gúri Alda Mária 1995-ben a főiskolán ismerkedett meg ezzel a különleges technikával, és 2000 óta otthon is foglalkozik tűzzománcművek készítésével. A tűzzománcozás egy különleges képzőművészeti és iparművészeti technika, melynek során a korrától színes üveganyagok egy vékony ecset segítségével filmlemezre visznek föl, mert tűzománc kemencében kiégetik, így hozva létre ezeket különleges és időtálló remekműveket. Első kiállítása 2005-ben volt a helyi bűvelődési központban, melyet több kiállítás is követett, többek között a Kumánia Galériában 2016-ban, de a Horváth Kerti Terem falát is évek óta díszítik alkotásai. A tűzománc képek önmagukban is különlegesek, de Juliana Mária művei többek ennél. Művészi értékük abban rejlik, hogy alkotójuk mindegyiket páratlan kreativitással, rendkívüli szép érzékkel és határtalan türelemmel készített el. A művészet akkor igazán jelentős, ha nem öncélú, és Marcsi művészete nem az. Szívesen és lelkesen is osztja meg művészettel kapcsolatos tudását, és ennek a csodálatos technikának a fortiai diákjaival és kollégáival is, így még inkább tudjuk értékelni az ő művészetével rejlő akrilikusságot és kidolgozottságot. Alkotásai egyediek, stílusa felismerhető, egyéni, különleges. Minden művel tükröződik az alkotó érzésvilága, gondolatai, mindegyik túlmutat az egyszerű képi ábrázoláson, hiszen szívből, szívvel készül. Kérem, tekintsék meg ennek a csodálatos kiállításnak a képeit, melyeket nem az alkó ecset mozdulattal vitt fel alkotójuk a tűzománc lemezekre. Megtisztelő figyelmüket Szent György Albert szavaival köszönöm.
az alkotóművész nem dicsérő szavakkal tiszteljük meg legjobban, hanem azzal, hogy megértjük és megbecsüljük művét. Tegyünk hát így most mindannyian, és csodáljuk meg ezeket a tűzben született emlékműveket. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy megtisztelték a kiállításomat, és itt vagyunk együtt, és együtt örülhetünk ezeknek a műveknek, remélem, hogy örülünk. Ahogy elhangzott, közel 20 évnek a, hát egy nagyon-nagyon keskeny palettája, mert ennél sokkal-sokkal több alkotás keletkezett. Tudva, hogy hova került, meg tudva, hogy nem, de remélhetőleg akikhez került, örülnek neki. Mint látják, nincsenek a képek alatt címek. Ez azért van, mert én úgy gondoltam, hogy mindenkinek üzen valamit a kép, és nem szeretném befolyásolni a címadással se a fantáziát, se az alkotókedvet. Mint ahogy elhangzott, közel 20 éve, és azért választottam ezt a iparművészeti ágat, mert egyrészt nagyon-nagyon érdekes, rengeteg mindent lehet belerakni, rengeteg mindent lehet vele kifejezni, és úgy érzem, hogy van még mit tanulni, és van hova fejlődni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy időtálló, amit elhangzott ez is, tehát ezt csak le kell porolni, és nem kell restaurálni, nem kell, ha csak le nem ejti az ember ezzel a képpel, akár 100 évig is, vagy azon túl a falállókat és nézegetket így gyönyörködhet benne. Még egy kérdésre szeretnék válaszolni, amit itt az elején kaptam, hogy hogy készülnek ezek a képek. Szilvike elmondta, de ugyanakkor a tárlóban láthatunk egy-két vázlatot, amit én is megrajzolok előre, és a lemezre úgy viszem föl, és akkor azokat a így keletkezett fakokat rakom ki festékkel. Amikor kész a mű, akkor így gyönyörködik benne mindenki, hogy hú de szép, hú de jó, de az égetés során még ez rengeteget változik, mint látjuk, fölragyognak a színek, de ugyanakkor el is lehet tolni az égetéssel, mert hogyha nem megfelelő hőfokon, vagy akár túl hevíti az ember, akkor le is pattogzódhat az ománc, vagy beleég teljesen az alapba, és akkor már értékelhetetlen az alkotás. Hát próbáltam a megfelelő hőfokkal, a megfelelő idővel létrehozni ezeket a képeket. Fogadjátok szeretettel, és nagyon sok örömmel. Köszönöm szépen!